hívást, tisztelt miniszter úr! Miközben egyre komolyabb botrány övezi a Hida munkába uniós finanszírozású projekt megvalósítását, továbbra sem tudjuk, hogy a kormány miért várakozik az alapos kivizsgálással. Az LMP számos visszás részletet tárt fel a programmal kapcsolatban. Megvalósítását a roma önkormányzat végzi, az országos roma önkormányzat, akinek a volt elnöke Farkas Flórián, fideszes parlamenti képviselő, jelenleg miniszterelnöki biztos. Ráadásul ő az elnöke a program forrásait kezelő foglalkoztatási szövetkezetnek is. Az LMP kiderítette, hogy a felzárkózási célokra szánt források jelentős részét több 100 millió forintot költöttek el luxusirodák megvásárlására, a világ legdrágább Opel Corsa-inak bérlésére, több 10 millió forintba kerülő tanulmányok megírására, vagy éppen méregdrága irodabútorok és számítástechnikai eszközök beszerzésére, hogy csak néhány példát említsünk a pazarló forrás felhasználással kapcsolatban. Ezekről személyesen meg is győződhettünk, mert bár Farkas Flórián nem fogadott minket, a projekt vezetőivel a Gellért-hegy utcai 200 milliós projektirodában végül találkozhattunk. Legutóbb két hete egy napirend előtti felszólalásban hívtuk fel a figyelmet a visszásságokra és a pazarlásra. Rétvári Bence, az EMMI államtitkára válaszolt a felvetésekre, de próbálta bagatellizálni a helyzetet. A folyamatban lévő állítólagos EMMI vizsgálat részleteiről egy szót sem szólt. Közben újabb feljelentés született, az adóhivatal is lépett. De mit csinál a kormány? A legutóbb rétváli államtitkártól nem kaptunk választ, ezért újra kérdezzük most a miniszterelnökséget. Miért nem vetik be a teljes kormányzati ellenőrzési apparátust, hogy kivizsgálják a felzárkózási pénzek elherdálását? Megadom a szót Lázár János miniszter úrnak. Szépen a kérdését. Tisztelt képviselőtársam, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Egy 4 milliárd 995 millió forintos programról van szó, amelynek három megvalósítója van, az Országos Roma Önkormányzat, a Tűr István Képző és Kutatóintézet és a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Nemzetgazdasági Minisztérium a foglalkoztatási részért felelős, és ebből a programból az ön által kiemeltek mellett csőhálózatszerelő, famagmunkáló, zsaluzóács, vízszigetelő, melegburkoló, zöldség, gyümölcsfeldolgozó, betanított varromunkás, betanított konyhai kisegítő végzettséget szeretne OKS képzés mintájára a Gazdasági Minisztérium a foglalkoztatás politikai tevékenység közepette megvalósítani. Valóban a legutóbbi kérdése alkalmával, amit én magam is hallottam, a Emberi Erőforrás Minisztériuma elmondta önnek, hogy vizsgálat van folyamatban, és én szeretném ennek a vizsgálatnak a végét megvárni még akkor is, hogyha kérésem ellenére Farkas Flórián képviselőtársam nem vett részt azon a beszélgetésen, amelynek az lett volna a célja, az én tanácsomra is talán, hogy tisztázzák a helyzetet, különös tekintettel arra, hogy a magyarországi roma közösség felzárkóztatására vagy integrációjára fordított költségek, a rendelkezésre álló források szakszerű, észszerű és törvényes felhasználása mindannyiunk érdekében áll. Nekem az a meggyőződésem, hogy nem a programmal van alapvetően probléma, önnek sem lehet maga ellen a program ellen kifogása, hanem azt kell leellenőrizni, hogy ez a program törvényesen és szabályosan zajlott-e. Ugyanakkor ön is pontosan tudja, hogy ebben a közösségben egy-egy program megvalósítását nagyon könnyű megvádolni azzal, hogy tisztességtelenül jártak el, nagyon könnyű megvádolni azzal, hogy lám-lám a cigányok mindent ellopnak. Én ezt helytelen dolognak gondolom, általában véve a parlamentben is és mindenhol, sőt úgy gondolom, hogy ez a közösség sokkal nagyobb türelmet érdemel tekintettel arra, hogy nem volt lehetősége ilyen típusú programok megvalósítására, ennek a közösségnek ilyen típusú gyakorlata nincs. Nem tudom megmondani, hogy történt a szabálytalanság, azt viszont tudom, hogy először az Emberi Erőforrások Minisztériuma, majd pedig, ha szükséges, a kormány is ki fogja vizsgálni. Viszont válaszol, megadom a szót képviselőnek. Miniszter úr, az igazi aggályunk természetesen fölmerül itt az, hogy személyi felelősöket megtaláljuk, egészen biztosan van is. Egészen biztosan látszik az, hogy itt komoly visszaélésekről van szó, de az igazi aggályunk az nem ez. Az igazi aggályunk az, hogy az ön által is említett közel 5 milliárd forint valóban erre a felzárkózási célra tud-e fordítódni. Vajon nem következik-e be itt a hosszan elnyúló EMMI vizsgálat során az, hogy elkezdi ezt akár az EU csalás elleni hivatala az OLAF vizsgálni, és az lesz a vége a történetnek, hogy vissza kell az egészet fizetni, ahelyett, hogy ezt a nagyon fontos felzárkózási célt meg tudná valósítani. Az EMMI-től kérdeztük, és nem kaptunk választ a részletekre. Bízunk benne, hogy ez halad előre, de félünk attól, hogy itt a sok várakozás következtében elindul a
az EU-ban a vizsgálódás, és nagyon örülnénk, hogy ezt sikerülne a határokon belül megoldani, és ezt ennek a problémáknak a végére járni, hogy ez a projekt tisztességesen rendben megvalósulhasson. Köszönöm a szót. Miniszter urat illetem meg a szó. Azt hiszem, képviselő úr, ismerve az ön türelmét és bölcsességét, hogy elhiszi nekem és egyetért velem abban, hogy amikor erről a kérdésről beszélünk és ezt az ügyet vizsgáljuk, az átlagosnál nagyobb körültekintésre van szükség. Tekintettel arra, hogy sokan Magyarországon a magyarországi roma közösséget hajlamosak megvádolni, egy kézlegyintéssel elintézni, vagy adott esetben megvádolni, és olyan vádakat megfogalmazni, aminek elsősorban a meggyőződés és nem a tények az alapja. Kizárt dolog, hogy az ön esetében ilyenről legyen szó, de mégis nekem különösképpen fontos az, hogy az átlagosnál nagyobb körültekintéssel vizsgáljuk meg ezeket a vádakat, nem vitatva az ön jó szándékát, és azt sem vitatva, hogy hiba előfordulhat. Szeretném, ha lenne annyi türelme, én megígérem önnek, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy minél hamarabb a vizsgálat nyilvánosságra kerüljön és lezáruljon elsősorban, de legyen türelme abban, és fogadja azt el, hogy ebben a közösségben és ennek a közösségnek az esetében az átlagosnál nagyobb körültekintése megalapozott, az átlagosnál megalapozottabb állításokra, és az átlagosnál megalapozottabb és nagyobb türelemre van szükség. Ehhez kérem a segítségét.